A kerekasztal beszélgetésen a kisebbségek védelméről és arról volt szó, hogy Európában milyen a kisebbségek helyzete. A Minority Safe Pack keretében igény lett beadva az Európai Bizottsághoz, hogy foglalkozzanak az európai országokban levő őshonos kisebbségekkel. Ez természetesen a Kárpát-medencében az anyaországon kívül rekedt nemzeti testrészekre vonatkozik leginkább. Nekünk ez a fontos, hogy odafigyeljen Európa a kisebbségek jogai maximálisan érvényesüljenek a határon túli területeken. Az eseményen megemlítették, hogy az elmúlt időszakban a magyar-szerb együttműködés minden eddiginél jobb, illetve azt is, hogy mennyire fontosak a magyarországi támogatások. Az elmúlt 8-9 évben a helyzetünk, a mi szervezetünk és más szervezetek helyzete is bőven javult, tehát sokkal több lehetőséggel tudunk élni, sokkal több lehetőség van, ami meg tudunk próbálni pályázni, együtt tudunk működni, tudunk dolgozni, és tudjuk építeni a közösségünket. És véleményem szerint ezen a helyzeten nem szabad változtatni, hiszen ennyire jó még egy civil szervezet szempontjából, tehát egy együttműködés és a támogatás szempontjából még nem volt. És ezért fontos számomra az, hogy az európai parlamenti választásokon a pillanatnyi felállás legalább így vagy jobban szerepeljen. A rendezvény célja felhívni a figyelmet az európai parlamenti választásokon való részvétel jelentőségére, amelyen minden kettős állampolgársággal rendelkező személy részt vehet.